Május 31-én van Orbán Viktor születésnapja, mi szerettük volna tudni, hogy mit hoz számára a jövő, ezért most elmegyünk egy csillagjóshoz, hogy megtudjuk. Jó napot, Janák úr, itt vagyunk a jóslatért. Az már szinte köztudott, hogy ikrek jegyében van a napja, de ez nem jelent jóformán a világon semmit. Olyan értelemben nem, hogy az ikrek jegyű politikusok közül, ha felsorolom a legismertebb magyar politikusokat, akkor a névsor úgy néz ki, hogy Horthy Miklós, Kádár János, Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc. Orbán Viktornak a születési horoszkópja egy olyan embert mutat, aki, hogy úgy mondjam, szinte küzdelemre született. Ez az év Orbán Viktor számára a következő születésnapig küzdelmes lesz. Talán még peres ügybe is keveredik. Orbán Viktor viszont az az ember, aki nem enged a 48-ból, hogy úgy mondjam. Magánéletében a legtöbb problémát az jelenti, hogy nem tud jelen lenni, nem tud eleget foglalkozni a családjával, sőt, otthon gyakran elveszíti a türelmét, fölcsattan, és hát feszült hangulatot teremt. Többet kellene foglalkozni a szüleivel is, nem csak a szoros, szűk családi körrel. A szövetségesei, barátai is szembefordulnak vele a naptári év végén. Lehet-e például azt látni a horoszkóban, hogy 2014-ben, a következő választásokkor milyen lesz Orbán Viktor jövője? Ha akkor lesznek a választások 2014 tavaszán, akkor ő nagyon sikeres lesz. Úgy gondolom, hogy még 2-3 évig a népszerűsége, a tömegek előtti szimpátia elég lesz ahhoz, hogy talpon maradjon. Az asztrológus után jöjjön a mestermágus, aki jósol, Louis Padre. Előveszik a médium szinti kristálygömböt, amiben megnézik Orbán úrnak a jelenlegi születésnapján, hogy mik mutatkoznak. Meghívjuk a szellemeket és az angyalkákat. Miniszterelnökünkre ebbe az évbe úgy néz ki, hogy hát sajnos egy mozgékony időszak vár, és akkor ő sajnos jobban tenni, hogyha egy kicsikét a név fele hajlana, és akkor nem a saját akaratát kényszerítené rá az emberekre. Sok gondja, problémája lesz. A kinti nagyobb EU-s és akkor a más csoportosulásokkal. Orbán úrnak a magánéletébe úgy néz ki, hogy némileg a munkája miatt elhanyagolja a magánéletet, amit esetleg a család nem néz olyan jó szemmel. Szellemek szeretik Orbán Viktort? Itt azt mutassák, hogy hát nem annyira szeretik éppenséggel, mert ő tulajdonképpen nem annyira hiszékeny az ilyesmiben, mint ahogy ezt ők elvárnák tőle. A KDNP-vel összefüggésben nyomást gyakorol rájuk, és őket is megpróbálja a saját akarata irányába vezetni. Sok mindenkit érdekel, hogy mi lesz 2014-ben. A következő lap ugye tulajdonképpen a hűség, hogy ő megpróbál továbbra is fennmaradni, és akkor ez nagy feszültségek árán úgy néz ki, hogy mégis ő nem úgy fog megmaradni továbbiakban. Ez tehát egy halállap, ez mit jelent? Hát a halállap, ez azt jelenti, hogy nem fog ő megmaradni, tehát egy újrakezdés mutatkozik, tehát egy újabb párt fogja irányítani az országot. Orbán Viktor látni fogja valaha, hogy Gyurcsány Ferenc újra esküdt tesz a parlamentben, mint kormányfő? Itt a kártyalapok azt mutassák, hogy hát igen, ez meg fog történni. Kijött a lelkész lap, a pap, ugye, és akkor ebből kifolyólag azt lehet mondani, hogy hát igen. Minden esetre, mivel neki most van a szülinapja, én nagyon sok boldog áldott szülinapot kívánok neki erre a 100 évre, aztán majd csak el lesz ő is valahogy. Kívánjuk, hogy